rozét kóstoltam, Cabernet Sauvignont és kék frankost. A hűvös idő ellenére is nagy népszerűségnek örvendett a pünköst hétvégi nyitott pincék Szekszárdon. Sokan kihasználták a lehetőséget, hogy végre kimozdulhattak a négy fal közül, és jobbnál jobb borok mellett élvezhették egymás társaságát. Igazi felszabadulás, főleg így a Covid után ez egy ilyen különlegesség, hogy minden szabadság. Idén pünköstkor közel 30 szekszárdi pincészet fogadott vendégeket. Erre csak írásos bejelentkezéssel előre egyeztetett időpontban volt lehetőség. Fekete Mihály szekszárdi borász szerint ez egy remek kezdet. Reméli, hogy az év fennmaradó része hasonlóan fog alakulni. Nyilván, hogy hosszú volt a szünet, amikor nem lehetett menni sehova, minden zárva volt. Még ugye sokáig a teraszokra sem lehetett menni. Az emberek ki vannak éhezve erre a lehetőségre. A borász azt is elárulta, hogy melyik fajta bor volt a pincészetbe látogatók kedvence. Amikor jó meleg volt, akkor a rozék, meg az ilyen világos borok, azok fogytak. Meg hát nyilván azok a rozé fogyasztó időszakok úgy kimaradtak, most bepótolják. Tehát a rozé megy, meg az ára is annak a legpublikusabb. De aztán minden más. Ugye este felé, amikor már lemegy a nap, akkor meg aztán minden, ami a lapon van. A szekszárdi borvidék borászai a pünkösdi hosszú hétvégén május 21-től egészen május 24-ig várták kiváló helyi borokkal az érdeklődőket.